Sziasztok, ez itt az Esélylesök Top 10, én Bíró Dejgyőrök, de itt van mellettem Szabó Pít és Haraszti Ádám is. Sziasztok! Itt vagyunk, hogy bólogatnak. Nos, a mai adásunk témája a Top 10 futball pillanat, amit nem hittünk el. Az adások úgy áll össze, hogy mind a hárman összeállítottunk egyesével 3-3-3 különböző ilyen pillanatot, illetve volt egy nagy közös pillanatunk, az lesz majd a tizedik. Sorrend most aktuálisan nincs így berangsorolva, de mégis valami preferenciát hozzatok elő. Mi volt a vizsgálati tárgy nálatok? Hát, hogy elhitte be. Tehát, tényleg ezek a... Nem, tehát ez egyszerű. Tehát az ilyen legváratlanabb, meg legmeglepőbb dolgok, amiket én szerintem valaha láttam, de szerintem viszonylag könnyű volt behatárolni. Meg ez ilyen személyes szintén, úgyhogy megint sztorizhatunk. Mindenképp személyes. Én azért néztem azt, hogy legyen egy olyan, ami a pályán történt dolog, amit nem hittem el. Valami, ami pályán kívül történjen, valami, ami oda is tartozik, meg nem is, úgyhogy én így állítottam össze. Elpepeszted. Elpepeztem? Na, majd kiderül az adás közben. Kezdjük Ádámnak az egyik hihetetlen eseményével. Ez a Ferencváros megveri a Newcastle-t az UEFA kupában. Ez hozta 1996-ból ez az UEFA kupa második kör első forduló. Ferencváros Newcastle 3-2, Horváth Feri, Lisztes 2. Így van. Fú. Jó, hát Horváth Feri, akkor meg is álltunk meg, hogy tudom, hogy miért került fel. Így, részben, de ebben az az érdekes, hogy egy évvel korábban a Fradi játszott a Bajnokok Ligájában, azért ott is volt például egy Real Madrid elleni 1-1-es meccs, de azért az egy nagyon, ott a Mázli faktor is nagyon működött, meg ha megnézitek ott azon a meccsen Albert Flóriának a gólját, akkor az is sok mindent elmond arról, hogy igen, kellett ott a szerencsés nagyon a Fradinak. Nyilván ezen a meccsen is, tehát ez sem kérdés, csak ez már egy átalakult csapat volt mondjuk ahhoz képest. Például ugye Horváth Feri is ott volt már abban a csapatban. Vasile Mirica, akit én nagyon szerettem egyébként. De micsoda labdákat osztott ezen a meccsen. Hajjaj. És ugye már Varga Zoli volt annak a Fradinak az edzője. Úgyhogy sok minden változott egyébként ezelőtthöz képest. Nem jutott be a csapat a Bajnokok Ligájába, azt már ilyen, már csalódásként élték meg a Göteborggal szemben. Tehát ez is egy kicsit furcsa dolog volt. De hát ezzel együtt is az, hogy találkozott. Azt is hozzá kell tenni, hogy az a Newcastle United akkor mit jelentett. Néha azért szóba került már itt az Esélylesőkben is, de abban az időkben, hogy a Manchester United első számú kihívója volt még Angliában. Kevin The Entertainers. Így, Kevin Keegan vezette azt a csapatot. Pont azon gondolkoztam, hogy kihez lehetne hasonlítani a mostaniak közül színben. Nem tudom, lehet, hogy a Chelsea-t lenne érdemes mondani, aki mondjuk a legközelebb van most mondjuk a Manchester Cityhez, vagy talán a Liverpool mondjuk, amelyik játékban lehetne hasonló, csak a Newcastle-nak ugye nem sikerült bajnokságot nyerni akkoriban, de hát Alan Shearer, Les Ferdinand, David Ginola, Faustino Asprilla, szuper csapat volt, na ők jöttek ide akkor, ráadásul a 96-os EB után, ahol meg az angolok ugye EB elődöntőt játszottak, tehát nekem abszolút a hype csúcsán voltam, ami az angolokat illeti gyerekkoromban, tehát én nagyon vártam akkor azt a meccset. És hát elképesztő volt tényleg az, hogy a Fradi már az elején, ugye 2-0-ra vezetett a Fradi azzal a Newcastle-lel szemben, ha már emlegetett játékosoknak köszönhetően, tehát az egy totálisan szürreális dolog volt, aztán persze sikerült lehűteni a csapatot viszonylag gyorsan, Schiereréknek, de csak összejött aztán a győzelem egy harmadik góllal, és ez a mai napig az egyik legkedvesebb emléke, hogy egyáltalán ami magyar focihoz kötődni tud, mert valóban teljesen szürreális volt, hát más kérdés, hogy jött aztán a visszavágó. Csak azt érdemes megint csak perspektívába tenni, hogy ugye más volt a rendszer, akkor kieséses szakaszban zajlott végig az UEFA kupa is. Ha most, érted, a csoportkörben egy angol élcsapattal szemben aratna egy magyar csapat egy ilyen győzelmet, az ugye kapásból 3 pontot érne. Nekem nagyon friss az élmény, ugye amikor összehoztuk ezt a top 10-et, akkor mondtam, hogy nekem ez a meccs nincs meg, úgyhogy én visszanéztem ezt a mérkőzést. És olyan furcsa élményem volt igazából, tehát ezen a meccsen elvileg Zabackinak kellett volna kezdenie, és nagyon nagy meglepetés volt, hogy Horváth Feri került be a kezdőbe, aki hát nem csak az első gólt szerezte, hanem a második gólnál volt ő az fejed, a kapufája, és így abból arra érkezett rá Lisztes, és ugyan Lisztes 2 gólja volt ezen a meccsen, de szerintem nem játszott olyan jól ezen a mérkőzésen, annak ellenére, hogy 2 gólt szerzett. Hát meg lehetett volna ez Horváth Feri 2 gólja ezen a meccsen, igen. Igazából nagyon kevés választotta előtt ettől. Abszolút. Viszont az angolokat egyértelműen sokkolta ez a Ferencváros csapata, meg ami miatt érdemes lenne esetleg tényleg mondom mindenkinek visszanézni ezt a meccset, hogy mennyire más volt még 96-ban a nemzetközi foci, meg mennyire más volt a magyar foci. Ami viszont ugyanaz volt, és lehet engem támadni ezért. De Hajdú B. István is akkor is azzal kezdte, mint olyan most kezdi, hogy az angol csapat értéke ennyi és ennyi, a Ferencváros csapat értéke ennyi és ennyi. Ha jó, akkor nem volt transfer már, tehát akkor azért szerintem inkább tudod például kiindulni ugye az aktuális átigazolási árakból, de közben meg akkor érted, tehát Alan Shearer talán éppen a világ legdrágább játékosa volt. Tehát, ezt elmondta, igen. Ez azért sok mindent elmondott azzal a Newcastle-lel kapcsolatban, és akkor még nagyobb volt az olló ilyen szempontból nyilván a magyar meg a nemzetközi labdarúgás csúcsa között. Pitt, te éltél már akkor, amikor ezt a meccset játszottak egyáltalán? Igen. Én kérek elnézést. És pontosan ennyit tudok elmondani.
Jó, na nézzük a következő tételmondatunkat, ez az enyém volt. Neymar átigazol a Paris Saint-Germainben 222 millió euróért. Hát bocsánat, csak annyit az előző. Igen, bocsánat. Tegyünk csak hozzá, hogy visszavágon 4-0 lett a Newcastle-nek, tehát ott azért a realitás kijött a két csapat között. Most kár volt felhozni, pedig olyan jó volt eddig a hangulat. Szóval a mai második tételmondatunk, hogy Neymar átigazol a Paris Saint-Germainben a 222 millió euróért. Ebben ez, melyiket nem hitted el? Ez a 222 millió. Így van. Tehát azon vagyok kiakad, de nem az, hogy Neymar távozik a Párizsba, hanem az összeg, ahogy távozik. Ez ugye a 2017-18-as nyár. Előtte a legmagasabb díl, amit kifizettek egy játékosért, az Pogbának a United-es visszatérés, az 105 millió euró. És az is mekkora hülyeség volt. És akkor is mindenki mondta, igen, az is ugye borzasztó nagy hülyeségnek tűnt, főleg úgy, hogy ingyen ment el. Jó, na mindegy. Szóval, az volt nekem a furcsa itt, hogy ment a kampányolás a Barcelona csapatán belül, hogy marad, meg minden rendben van, Pikének, nem tudom, emlékszünk az Insta posztjára, hogy itt lesz, itt marad, és aztán tényleg megtörtént az, hogy kifizették valakinek az irgalmatlan magasnak hit átigazolási összegét. Ami után az történt, két dolog történt, hogy mindenkinek irreálisan magasra írták az átigazolási összegét. De addig is az volt, csak igen, közben... Igen, csak hogy utána már nem 200 millió, hanem 700 millió lettek ezek a kivásárlási árak, és hogy ez az egyetlen egy deal milyen brutálisan emelte meg az egész futballpiacnak a termelését. Ami egyébként itt a Covid időszak alatt, tehát nem is ez fújta nagyon a lufit, azért ez egy nagyon mély, nagyon kemény telítüdő belefújása volt a kipukkaráshoz vezető úthoz. Igen, hát itt már azért a 100 milliós transfereknek a korában éltünk, amit korábban szintén nehezen hittünk volna el. De ugye valóban ez ezzel jár, hogyha egy ekkora összeg kikerül a piacra, akkor azt egyszerűen el kell költeni, és onnantól kezdve a Barcelonának szerintem a bukását is vissza lehet vezetni erre az egyetlen transferre. Hogy a Barcelona akkor már elhitte, hogy neki nagyon nagy csapatként kell viselkedni, és mivel kapott ennyi pénzt Neymarért, azonnal pótolni kell, azonnal el kell verni ezt a pénzt, holott lehet, hogy az első Laporta elnökség alatt a Barcelona ezt a pénzt szépen elteszi, nem kell kapkodni, nem kell azonnal egy nagy sztárt hozni, ehelyett ott tényleg azonnal kellett Coutinho, azonnal kellett Dembélé, hát óriási sztori. Egyébként a Simon Coopernek pont most jelent meg egy zseniális könyve a Barcelonáról, a felemelkedésről és a bukásáról is, és ott írja le azt is, hogy hogyan sikerült ebből a Neymar pénzből leigazolni Dembélét. Gyakorlatilag nem is tárgyaltak a Dortmunddal, annyira gyorsan nyílt be akarták ütni az üzletet, bármit kértek, azonnal kifizették, gondolkodás nélkül, és ez a fajta hozzáállás vezetett. Ez tényleg, aztán... tudod, amikor tényleg valaki nem tudom, nyer a lottón, és egy hét alatt elveri az összes pénzt. És hát ugyanolyan csúr lesz, mint előtte volt, és kb. Ez, hogy nem mutathatjuk azt, hogy gyengék vagyunk, és azonnal el kell költeni. Aztán látjuk, hogy ennek most mi az eredménye. Nézzünk rá, amikor Luc de Jonggal és Gerard Piquével csatásorban próbál egyenlíteni a Barcelona ellen. És hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor mindet visszavezethetjük Neymar Paris Saint-Germain való igazolásra és az arra történő reakcióra. Valóban ez a Barca nagy bukásának a kezdete. Szóval ez volt az első lépés a 8-2 felé szerintem, vagy 2-8 felé. Ebben teljesen igazad van. De itt ezért ki akartam hegyezni arra, hogy mindenféle középszerű játékosok érrepkedtek az 50-70 milliós eurós dílek. Ez borzasztóan ad a verseny az egész piacnak. Hát meg egyértelmű volt, amit mesél Pit is, hogy ez volt benne, mindenki jut, hogy jönnek, ott van a nagyság, akkor gyertek gyerekek, pengetni fogtok. Abszolút. Na jó, nekem ez egy teljesen hihetetlen dolog volt. Nézzük Pit első hihetetlen tételeit, ez pedig a Leicester Citynek a bajnoki címe a Premier League-ben, ami egyébként nyilván váratlan volt, ugyanakkor meg, hogy így utólag visszanézni, nem a csapatra, hanem a riválisokra, valahol egy kicsit értelme. Utólag már meg tudod magyarázni. Igen. De tényleg valami 8000 az egyhez volt az otcal, valaki nyert vele. Hát ugye az előző szezonban annak örültek, hogy nem esett ki a csapat. Tehát a nagy végén... menekülés. És egyébként tényleg is, talán erre érdemes is kitérni, hogy a Premier League-et azért most jelenleg a ligák között azért szerintem mondhatjuk a csúcsnak. Az előző szezonban megint csak két angol csapat játszott a BL döntőt, egy ott volt az Európa Liga döntőben, majdnem ott is kettő lett belőle. De hogy itt a 2010-es évek elején volt az, hogy a Premier League egyszerűen színvonalában, főleg a nagyobb csapatok miatt, így azért elég erősen lefelé ágban volt. Ugye mi melyik szezon volt? Ez a 2015-16-os. Nézzünk végig a nagy csapatokon. Az Arsenalnál ugyan még ott volt Arsène Wenger, és azért jó erőben is voltak, de azért igazán komoly versenyben nem lettek volna, hogyha mondjuk a többi rivális olyan állapotban van.
a Pochettino-nak a második szezonja volt a Tottenhamnél, egy nagyon fiatal csapat volt, jöttek föl, és egyébként nagyon sokáig ők versenyeztek az Arsenal és a Leicesterrel a bajnoki címért, aztán végül összeomlottak a végén. A Chelsea-nél Mourinho-t már a szezon első felében kivágták, és majdnem kieső helyen álltak még decemberben is, a velük nyilván nem lehetett számolni, és Louis van Gaalnak a szenvedése a Manchester United kispadján, és még Pellegrinnek is már a harmadik City-s éve egy ilyen nagyon fáradt kapcsolat volt, és már mindenki tudta a szezon felén, hogy jobb Guardiola. És ezt tudta kihasználni a Leicester, ahol egyébként meg, és egyébként a mai napig egy hihetetlen okos munkát végeztek, tényleg az ismeretlenségből hoztak olyan játékosokat, mint Mahrez, mint N'Golo Kanté, vagy éppen Jamie Vardy, és mindenki ezt próbálta úgy nem is lekoppint, hanem lenyúlni tőlük, tehát az Arsenal is hozott el tőlük játékos megfigyelőt, de hát a legnagyobb az az volt, hogy a vezető játékos megfigyelőjüket, a Steve Walsh-t elhozta az Everton, mert hogy milyen jó lesz, és majd itt is felépíti az új Leicestert, csak hogy ez nem így működik, hanem ez mint egy, valóban egy rendszer működött nagyon jól, minden elem így együtt hozta ki azt, hogy a Leicester ilyen játékosokat kvázi a semmiből el tudott hozni, és fel tudták őket építeni. Ugyanezt az utat követik egyébként azóta is, csak már nem a semmiből, hanem kisebb ligákból, francia bajnokságból hoznak elégéletes fiatal játékosokat, de megint csak olyan értékeket, akiket mondjuk a többi nagy csapat annyira nem figyel, és ebből építették fel a bajnoki címet nyerő csapatot is, és az persze kellett Claudio Ranieri a legegyszerűbb, tényleg a legegyszerűbb játékkal. 4-4-2, Vardy, fuss, Mahrez, cselez, lőj, Kanté, csinálj mindent. De egyébként tényleg nehéz visszagondolni erről, hogy ez mekkora sok volt ez. Várj, és volt ez az egyik oldalon, és a másik oldalon egy Albrighton, aki meg aztán tényleg semmi más nem tudott. Aki tényleg csak elmegyen a betekeri a labdát az alaponától, és hello, és ennyi volt a játék. De ez akkor bőven elég volt, és tényleg folyék egyszerűséggel. A két szélsővédő, Christian Fuchs és Danny Simpson volt. Mi Wes Morgan, mint center half. És akkor még Robert Hoodot már nem is említettük, tehát tényleg egészen elképesztő, és most, hogy visszagondolunk, persze Mahrezből klasszis lett, Vardyból klasszis lett, N'Golo Kantéből kétségtelenül klasszis lett, de amikor ez a szezon volt, még nem tartottuk őket ezen a szinten. És ezért volt szerintem nagyon sokkoló, hogy ez megtörtént, és nyilván ez hozzájárult az, hogy az összes nagy csapat a Premier League-ben nagyon-nagyon mélyen volt. Egyébként persze kellett ez a szerencsés, mert hogyha visszanéztem a számokat, azért ilyen szempont az Arsenal volt akkor a legjobb csapat a ligában, hát nem is nagyon jó volt, de a Leicester... Közel 10 pont, tehát valami 10 pontos különbség volt az a második Arsenal és a Leicester között. Igen, volt egy nagyon emlékezetes meccs februárban, amikor egy utolsó perces Danny Welbeck góllal nyert az Arsenal, akkor még az Arsenal vezette a tabelt, majd jött a szokásos wengeri tavaszi összeomlás, és ugye a Leicesternek viszont minden bejött, és egyébként ki a fene sajnálná tőlük. Elképesztő. Már csak ezért, hogy ez a sokkoló pillanat meglegyen, szerintem megérte. A fiatal nézőinek mondom, hogy a Liverpool akkor még pont az utolsó Rodgers-es szezon közben, le Kloppot tehát... ízé szezon közben, igen, akkor még a Liverpool nem volt feltétlenül a legnagyobb csapatok között, nem lehetett a legnagyobb csapatok között emlegetni. Na nézzük Ádám következő köréjét, a Kaiserslauternre szavazott, akik újoncként... Mert pont ezt akartam, hogy ez nem rossz, hogy a Leicester a második szezonjában, úgyhogy az előző szezonban majdnem kiesett, megnyert a bajnokságot, de fogd meg a söröm, feljött ott a újoncként, és megnyerték a bajnokságot. A dologhoz az is hozzátartozik, hogy elég csalóka volt nekik ugye már a kiesésük, és a Kaiserslautern története során akkor esett ki először a Bundesligából. Egy olyan szezonban, amiben egyébként megnyerték a német kupát. Tehát azért nyilván ez is mutat valamit, hogy az alapok azért ott megvoltak már, és aztán jött Otto Rehhagel, visszahozta őket az első osztályba, és aztán úgy kezdődött a szezon, hogy megverték a Bayern Münchent idegenben az olimpiai stadionban. Úgyhogy az alapok minden tekintetben megvoltak, így is azért szűkösen jött össze az a bajnoki cím, de hát óriási sztori volt, tehát tényleg legalább ennyire tündérmes azért ez a sztori is, úgyhogy a szégyenkezésből, ahogyan tényleg ez a csapat kihullott az első osztályból, abba váltott át ez az egész, hogy ünnepeltek, és bajnokság, aztán ugye indulhattak a bajnokok ligájában is, ezt követően nagyon, nagyon komoly történet volt, és aztán azért ott is volt egy-két olyan játékos. Rutger Rudit szoktuk emlegetni, aki ugye csatlakozott ez a csapathoz, aztán Szűcs Lajos együtt, igen. De mondjuk Olaf Marshall bajszára szerintem mindenki emlékszik Ballack. Azóta is, majdnem gólkirály lett, ott volt már igen, Michael Ballack is mondogatta a szárnyait, de azért volt, nem tudom, Csiriákos Sforza is abban a csapatban például, úgyhogy jó kis társaság volt. De nekem megmondom őszintén, ez az időszak, amikor én becsatlakoztam a futballvilágába, nekem még ez nincs meg így átélt élményként, de valahogy ez egy egészen csodálatos lehetett, hogy a Bundesligába feljutsz, és
rögtön tiéd a salátástál. Na ez ami most már nem történhetne meg. Hanem, mert a Bayern München a Bochumot is egy hetessel elküldi. De ez tényleg ilyen még kitartott valameddig ez a szép időszak a Bundesliga-ban, hogy voltak néha ilyen történetek, tehát a Wolfsburg bajnoki címe is egy kicsit, azt nem mondom, hogy teljesen a semmiből jött, de hogy még megtörténetett ilyen, vagy hogy a Stuttgart bajnok lett Armin Fével, hogy ez az tényleg már az a kategória, amit semmiképpen nem tudsz elképzelni jelen pillanatban. Még talán a Werder bajnoki címe is van. Hasonló, igen. A közös pont ugye a Lautern és a Werder között Andi Reinke, aki mind a két csapatnak a kapusa volt. Na nézzük a harmadik kört nálam. Én arra a mérkőzésre szavaztam itt, amit egész egyszerűen nem lehetett elhinni. Senki nem gondolta, hogy ez megtörténik, főleg ezzel a forgatókönyvvel. Ez a Barcelona Paris Saint-Germain visszavágója. Kezdjük az odavágóval, amikor Unai Emery Paris Saint-Germainje, hát 4 gólt vág annak a Barcelonának, aki nem tud erre válaszolni, és így volt az odavágó. Ami után a visszavágó után nyilván mindenki azt várta, hogy nyer a Barcelona, de hát senki nem reménykedett abban, hogy innen ezt vissza lehet még hozni, hogy lesz olyan csapat, aki ezt vissza fogja innen hozni. És nem indult a mérkőzés, viszonylag gyorsan megszerezte a Barcelona vezetést, meg nyomott is a Barcelona, volt tényleg benne volt az a srácokban, hogy megpróbáljuk a lehetetlent. Mindegy, minden alapon nekünk és támadunk is. Hát 3-0-ig ez tényleg jól is nézett ki, aztán jött Cavani, aki berúgta azt a gólt. És 3-1 után azt éreztem, hogy kész, itt vége van mindennek, és utána volt Cavani-nak még egy hasonlóan nagy zicsere, amit Ter Stegen kivédett. És akkor érkeztünk el valahogy ilyen 87. percben, amikor azt éreztem, hogy hát, megtettünk mindent, amit lehet, és aztán jöttek a Neymar percek. Ugye a 88. percben volt egy szabadrugás gólja, tehát... Ájtekim! Bevágott egy szabadrugás gólt, úgyhogy Messi a pályán volt, de Neymar rúgta a szabadrugást. Aztán jött egy Neymar 11-es gól, ami ezt szokták vitatni, hogy ott akkor Suárezzel, akkor történt szabálytalanság, nem történt szabálytalanság. Jó, azért ott elég sok dolog volt, amit lehetett vitatni mondjuk. Ezt vitatják a legjobban egyiket. De hogyha van videóbír, akkor nincs ez a csodálatos mérkőzés. Így van, ez így, ezt el kell. Milyen jó is volt, amikor még játékvezető hibát döntöttek el mérkőzéseket. Nem, fontos, hogy van videóbíró, inkább ne történt volna meg ez a mérkőzés, csak legyen videóbíró. Szóval akkor Neymar berúgott egy 11-est, de még a 91. percben tartottunk, és akkor még kellett egy gól. És Neymar utána adott a 95. percben egy paszt, Sergi Roberto érkezik, és az az extázis, ami kirobbantott az összes játékos, nyilván minden Barcelona szurkolóval, belőlem is, ezt soha nem fogom elfelejteni, azt a Sergi Roberto gólt. Ugye ez a meccs vezette be azt a fogalmat, hogy elemerizni. Az emeriségnek a quintesszenciája, amikor, és ebben a párazon minden megvolt, az első meccs gyönyörűen letaktikázva, 4-0, csodálatos, majd pedig beszart. Gyerekek, védekezzünk. És egyébként ezt a mentalitást nagyjából sikerült átragasztani olyan játékosokra is, mint Thiago Silva, akiről aztán nem az jutna feltétlenül az ember eszébe, hogy így összecsinálja a gatyáját, és közben lehetett az egész Paris Saint-Germain, hogy jön a Barcelona, és egyébként, hogy emlékeztek, azért nem volt annyira átütő erő a Barcelona játékában, tehát nem jöttek egymás után az ígyszerek, de egyszerűen annyira érezni lehetett a PSG-n, hogy csak húzzuk ki, miközben egyébként már előzetesen a francia sajtóban is megjelent az, hogy ez már csak formalitás, és valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy ennyire begölcsöltek a végén. De hát, hogy szegény Emery semmit nem tudott ezzel kezdeni a kispad mellett, hanem szerintem láttad ott is, hogy görcsöl a csávó, hogy most mit csináljak, mit csináljak. Mint amilyen egyébként. És ez volt az a pillanat, amikor szerintem eldölt, hogy Unai Emeryből nem lesz top edző. Tehát, hogy ez az, amit soha nem fog tudni lemosni magáról szerencsétlen, és neki is biztos vagy benne, hogy még a mai napig vannak néha ilyen álma, amikor így felébred tízadságban, ázva. Sergi Roberto! Ne menjünk el azért mellette, mert nekem abszolút úgy maradt meg egyébként ez a történet, hogy abban Deniz Aitekinnek kőkeményen megvolt a maga szerepe. Ti amikor ez a gól bement, akkor ti is azt éreztétek, amit én, hogy ez lehetetlen, hogy ez megtörtént? Én nevettem. Szerintem nagyon vicces volt. Mondjuk én sem Paris Saint-Germain, sem Barcelona szurkoló nem vagyok, de nyilván az egyik történelem egyik legnagyobb fordítás. Aztán a Barcelona utána megmutatta, hogy szépen el lehet bukni ilyen előnyöket, többször is. Vagy a Róma, akár a Liverpool ellen. De nyilván az, hogy 4-0 volt az első meccs, az abszolút visz mindent, hogy onnan utána sikerült kiesni. A házban, ahol laktunk, annak idén emlegették még egy pár évig az üvöltést, amit produkáltam ott a végén. Én nem voltam annyira feldobva a Barca győzelmétől, azért azt tegyük hozzá. Nézzük a második kört Pete-nél, aki azt írta ide föl nekem, hogy Zidane lefejeli Materazzit a 2006-os VB döntőben a Franciaország-Olaszország mérkőzésen. Tényleg egy ilyen extra furcsa dolog történt itt, és az egész
az egész futballvilág megrázkódott ezen az egészen, és vannak ilyen extra fűszerek, amikkel ezt így érdemes megszórni. Hogy még a mérkőzés előtt megválasztották Zidánt a torna legjobb játékosának. De szóta is hagyomány. Messi lett a 14-es VB legjobb, és amit teljesen jogosan, mindkettő teljesen jogos volt, csak hozzáteszem. Na, világos, világos, csak hogy ezek ilyen furcsaságok. Hogy Materazzi, tehát Materazzit azóta is körbecsókogatják ezért Olaszországban, aki utálja, hogyha ezt a történetet felhozzák például nála. Igen, tehát egyébként az a még érdekes szerintem, hogy Materazzi alapesetben nem is játszott volna ezen a meccsen. Ugye Nesta volt az, aki megsérült még a csoportkörben, és őt kellett Materazzinek utána helyettesíteni szinte a teljes tornán. Aztán ugye két gólt is szerzett, a másodikat pont szintén a VB döntőben. Tehát pont ez a két játékos volt az, aki az 1-1-es meccsen a két gólt is megszerezte. Nekem ugye már többször is elmondtam, hogy ez a 2006-os torna volt az első világbajnokság, meg ilyen nagy foci torna, amit tényleg az első perctől az utolsóig végignéztem. Én egyébként a franciáknak is szurkoltam ráadásul, nyilván nem elhanyagolható módon Thierry Henry miatt. De hát Zidane-nak a játéka tényleg lenyűgöző volt, főleg a brazilok ellen, egy korábbi adásban ugye már beszéltem erről is, és azért is volt sokkoló, hogy egyébként egy ilyen helyzetben, és ez a legfontosabb, hogy pályafutásod utolsó mérkőzésén, egy VB döntőben, vagy valami hülye megjegyzés miatt ennyire elborul valakinek az agya, egy ennyire rutinos játékosnak, ennyi fontos mérkőzés után, és tényleg konkrétan cserben hagyta a csapatát, és ilyen dicstelen vége lett Zidane karrierjének, és egyébként meg, hogyha végig gondoljuk, talán olyan klisé lett volna, megnyerik a VB-t, és ezzel van vége. Ez mennyivel jó. Gondolom, hogy Zinedine Zidane-ról szerintem az emberek 99%-ának előbb jut eszébe ez a szituáció, mint mondjuk az a borzalmasan nagy gól, amit a BL döntőben lőtt. Vagy a két gólja a 98-as döntőben. Mm. És ez tényleg sporttörténelem, tehát hogyha szerintem az is látta még a fotót a fejelésről, aki soha nem nézett végig életében egyetlen foci meccset sem, mert egy ikonikus pillanat lett, ahogy az is, ahogy Zidane elsétál utána a világbajnoki trófea mellett, kicsit ki is rázott a hideg egyébként, ahogy ezt így felidéztem. Nem mondom, nekem, aki akkor még tényleg nem nézett hosszú ideje focit, teljesen sokkoló volt ezt látni. Utána meg azt, hogy Didier Deschamps az egész torna alatt, vagy Didier Deschamps, Raymond Domenech az egész torna alatt mellőzött David Trezeguet-vel rúgatja az egyik legfontosabb 11-est a büntető párbajban, de hát róla azért már megtudtunk azóta és előtte is egy-két furcsa dolgot is. Mondjuk úgy, hogy az a francia válogatott nem az edzőnek a személyisége, meg szakmai hozzáértése miatt jutott el a VB döntőig, hanem mondjuk Zidane miatt, akinek meg hát talán a sorspont egy ilyen véget szánt. Na nézzük a harmadik kört. Ádám mondata jön, ez pedig így hangzik, hogy Görögország megnyeri az Európa bajnokságot. Neked van valami különleges ilyen vonzódásod ott a Rehagel irányába? Ugye? Ugye? A Rehagelizmus. Figyelj, tehát az, hogy az ember szigetet kapott, meg állampolgárságot, meg amit el tudsz képzelni Görögországban, az pontosan mutatja azt, hogy ez mekkora sztori volt. És nyilván übereli is azt, amit a Lauter miatt csinált. Rehagel azért egy elismert, mert nagy edző volt Németországban. Addigra azért már úgy a pálya csúcsán nagyjából túl, amikor átvette a görög válogatottat. Ez nem volt egy fancy meló, meg nyilván ma sem álma senkinek az, hogy a görög válogatott szövetségi kapitánya legyen. És nagyon hasonlít ez a sztori mondjuk ahhoz, amit Ranieri levezetett ugye a Leicesternél, csak még annál is kevésbé volt fancy meg szexi a játék, mint amit a Ranieri féle Leicester produkált. Tehát ez itt egy kőkeményen, itt a háló tényleg mindenkibe belevésődött a hátába, annak abban a görög válogatottban, és abszolút semmi extra nem volt benne. Meg volt egy ló magas centerük Aristel szemében, akinek kellően kocka volt a feje ahhoz, hogy mindig bepattanjon róla a labda a kapuba, és erre alapozták igazából a játékukat. Tehát, hogy Zagorakis hős tud lenni egy Európa-bajnokságon, kellett hozzá Rehagel is. Ez egy Portugáliában rendezett Európa-bajnokság volt, és ott úgy nézett ki a csoport, hogy Portugália, Görögország, Spanyolország, Oroszország. Ugye ez volt egy csoportban, és a spanyolok estek ki harmadik helyen, ahol a görögök ugye megverték a portugálokat. Nyitó meccsen 2-1-re. Ugye. Azért már, és ugye az EB döntő is a portugálok ellen történt, ahol hát egy szöglet gól után gyakorlatilag 1-0-ra nyertek. Igen, a Görögország 2004-es EB szöglet gól, tehát igen, ez egy ilyen asszociációként végig lehet menni. Én nem láttam, mondom, még ezt az Európa-bajnokságot élőben, nyilván sokat olvastam után, néztem vissza meccseket, és nekem ez, lehet, hogyha ezt élőben látom, akkor azt mondtam, hogy az undorító, hogy ilyen antifocival meg lehet nyerni egy Európa-bajnokságot, de egyébként meg picit lehet, az ember élete fejjel már másképp gondolkodik, hogy én azt mondom, hogy nagyon örülök neki, hogy ez megtörtént, és a válogatott focinak
Lehet, hogy ma már ott is kevésbé, de itt még tényleg megvan az, hogy itt még a kicsik is meg tudják lepni a nagyokat, mert kevésbé szervezett a játék, mint klub szinten. És egy jó 4-4-2-es védekezéssel, néhány jó szögletkombinációval, egy nagy tornán, ahol néhány meccs van, igenis meg tudod lepni a nagyokat. Erről szerintem mi is tudnánk beszélni itt a magyar válogatott kapcsán, hogy akár a mi EB csoportunkból is milyen kicsi hiányzott a továbbjutáshoz. Hát itt a görögök ezt nem egy, hanem több szinttel is feljebb emelték. Mondom, az egy máskor volt, de a válogatott focinak még mindig talán ez a romantika, hogy ez megtörténhet. Itt azért az ritka, hogy egy nagy tornán mondjuk az egyik esélyes csapat 7-0-ra kitömi az egyik ilyen kisebbet. És a fordítottja történhet. Ez meg. Nekem meglepőbb sztori, mint volt mondjuk a dánoknak az EB győzelme, annak is megvan persze a maga sztoria, hogy nem is kellett volna, hogy ott legyenek az Európa-bajnokságon, de a dán válogatottnak azért volt például legalább egy Laudrupja, meg még egy-két nagyon jó játékosa a görögöknél, azért hát nem tudsz ilyet mondani. Még itt, ami nekem furcsa volt, hogy ugye a továbbjutás után minden meccsen 1-0-ra nyertek, és ugye először jöttek a franciák jöttek, aztán a csehek, ez még a Nedved-féle cseh válogatott volt. Igen, cseheket siratták ott a legtöbben. Egyébként igen. Az is nagyon szólt volna, és valószínűleg akkor máshogy emlékeznének sokan erre az Európa bajnokságra. Nagyon szép focit játszó csehek nyerik, de lehet, hogy akkor meg nem szólt volna annyira nagyot. Hát ez tényleg óriási sztori. Na, nézzük a harmadik kört Dávidnál, vagyis nálam. Én azt írtam föl ide, szintén egy VB-t írtam föl, ez a 2002-es labdarúgó világbajnokság, ahol nem is egy esemény, ami kiverte nálam a biztosítékot, hanem a játékvezetés. És itt elsősorban Dél-Koreának a pussolása, Dél-Koreának a továbbtolása. Hát először az olasz csapat ellen, akik hát minimum 3-11-es. Az a legemlékezetesebb nyilván azért, hogy a Byron Moreno, amit azon a meccsen művelt, az tényleg az fogalommá vált. Tehát ez egészen hihetetlen volt, de még utána a spanyolok ellen is volt hát legalább két olyan szituáció, amikor simán lehetett volna a 11-es fújni. Ha már a videóbírót emlegette Pete, én itt lettem videóbíró párti egyszer és mindenkorra, és ha valahonnan datálódik a videóbíró, Dávid az innen a 2002-ből. Nekem ez teljes kiakadás, ezt tényleg nem akartam elhinni, azt egyértelmű csalásnak jelent. Érdekes egyébként, hogy tehát mondjuk az olasz meccs az főleg megvan, meg a spanyolok ellen is azért nyomokban dereng, hogy voltak ilyen problémák, de nekem arról a világbajnokságról sokkal inkább az van meg, hogy mennyire egyértelmű volt, hogy túl vannak terhelve a játékosok, és ugye akkor még ugye a dupla csoportkör volt a bajnokok ligájában, azt ott nyesték el aztán ezt követően, és hogy a játék minőségére azért alaposan rányomta ez a bélyegét, hogy sokkal kevésbé voltak élvezhetőek a meccsek mondjuk ilyen szempontból, mint mondjuk akár a 2000-es Európa-bajnokság, tehát a játék meg az emlékezetes momentumok azért ott nagy kontrasztban van a két torna között. Mit gondolom, ezekre a történetekre is emlékszel? Emlékszem néhány jelenetre a VB döntőből, meg Ronaldo fizulájára. Arra nem nehéz. Az zseniális volt. Azt se hittem el. Azt is nehéz volt befogadni. Na jön majd a top 10 a legjobb és a legrosszabb frizurák. Frizuráka? Nem tudom, hogy erre vágynak-e nézőnk, de erre vágytok, írjátok meg. Ezt most jegyezzük is fel. Oké. Hát Pete harmadik tételmondat, az nem kell messzire visszamenni a történelemben, hogy ez ugye az Eriksen eset itt az Európa-bajnokságról, hogy újra kell éleszteni Eriksent a pályán. Miért ezt választottad? Hát ugye a dolgok, amiket nem hittünk el, hogy megtörténik, én ezt nem hittem, hogy megtörténik, és én azt sem hittem, hogy ezt nekem végig kell néznem. Uh-huh. És nyilván lehet azt mondani, és biztos sokan ezt is mondják, de aztán ugyanúgy nézték, hogy hát el lehetett volna kapcsolni, de nem tudsz. Nem tudsz, mert egyszerűen már érdekel, hogy mi van, mi történik. És nyilván... Nem is nagyon teheted meg, az meg a másik, igen. Tehát hogy a szerződések is úgy vannak egyébként. És nyilván történtek már ennél tragikusabb végkimenetű esetek is, tehát Mark Vivian Foyer, aki a 2001-es konfederációs kupán az elődöntőben szintén összeesett, az ő életét nem is tudták megmenteni, az talán még tragikusabb, de hát Fehér Mikit nyilván lehet mondani, de én ezeket nem láttam. Csak olvastam utólag, meg utólag láttam róla a felvételeket, ezt láttam élőben végignézni ezt. Ez egészen sokkoló volt, hogy nézek egy focimet, és konkrétan remeg a kezem, mert egy ember ott fekszik a pályán, és az életéért küzdenek. Én ezt szerintem ez feldolgozhatatlan. Még a tévéképernyő előtt is, és én tényleg minden tiszteletemet a dán játékosoknak, hogy azt ilyen lelki erővel végigcsinálni, én nem tudom, hogy erre ember hogy képes, úgyhogy nekem óriásit nőtt a szememben ott mindenki, Simon Kiertől kezdve mindenki, aki ott lélekben ott tudott maradni, de ezt egészen borzasztó volt átélni, és tényleg most már hálát lehet adni az égnek, hogy nem lett nagyobb baj, még az is lehet, hogy Eriksen még játszhat, futballozhat, ez majd eldől, de hát tényleg az a lényeg, hogy élve megúszta ezt az egészet, de ott az a, hát nem is azt mondom, hogy pár perc, mert sajnos sokkal hosszadalmasabb volt, de hát ez egy elképesztően rossz élmény volt. Egyébként fantasztikusan jó Európa-bajnokságon, és tényleg, hogyha
hogyha ott valami tragédia történik, akkor valószínűleg erről lett volna emlékezetes, pedig aztán nagyon sok jó dolog történt azelőtt és azután is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy végül ennek pozitív vége lett, de hihetetlen félelmetes volt tényleg. Én ezt a Szabolcsra néztem végig, aki egyébként a csatornán admin egyébként itt a fórumot szokta csinálni, és mi ezt nem fogtuk fel egyből. Tehát ugye megállt a játék, ott ugye, ahogy oda dobták a labdát, és ugye ő elesett. Ezt nem mutatta. Persze, biztos valami felsérülés, igen, majd hogy, bejönnek, és leviszik. És akkor mondom, bejönnek, leviszik. És akkor ez egy lassabb folyamat volt, mire ezt felfogtuk, hogy úristen, itt nagyon nagy a baj. És mikor megnéztem Twitteren, hogy mégis mi ez a felvétel, és amikor megláttam azt a felvételt, hogy mi történt, Jézusom, most is kiráz a hideg, na akkor ütött be a krach, és szerintem itt nem szabad elmenni a stúdióban történt dolgokról, mert ahogy ezt Bognár Györgyöt kezelte a stúdióba, ez borzasztóan elfogadhatatlan. Nem tartom méltónak, hogy itt meg. Pont ezt akartam, szerintem nyugodtan megyünk is tovább. Jó, oké, akkor ezen túlmehetünk. Mindenesetre tényleg az a része a történetnek, hogy ezt a mérkőzést le kellett játszani, ez az megint a hihetetlen kategória egyébként. Kategória. Ja, tehát, hogy ott sok mindent el tudok fogadni, de hogy ez annyira viszmajor szituáció volt, és tényleg az a szerencs, hogy aztán a bánoknak a teljesítményére végül is nem volt abból a szempontból kihatás, hogy meg lett a továbbjutás, meg aztán egész szépen is szerepeltek ugye az EB-n még ezzel együtt is, de hogy azt nem tudom elfogadni, hogy ezt a meccset akkor ott folytatni kellett. Nagyon szomorú. Na, mielőtt rámennénk az utolsó közös tízes utolsóra, varadt még bennetek egy pár olyan gondolat, amin egyébként gondolkoztatok, de végül is nem amellett döntöttetek? Nekem adta magát. Egyébként tényleg ilyenkor az, hogy a három jelőször eszedőt, mert valószínűleg az maradt meg benne a legjobban. Én nagyon sokat gondolkoztam egyébként. Nekem felmerült az, amikor a franciák úgy jutottak be azzal az Henri kerzezéssel az írek ellen például, hogy azt tudom, hogy Henri. Írországban ne haragudjatok, tudom. Írországban az izgalmasabb történet. De hogy ez is itt volt. Nekem itt volt az a 2006-os EB-re való kijutási pillanat, azt is valahogy nem tudtam elhinni. Azon is gondolkoztam, Szalai Ádám gólján is gondolkoztam az EB-n. Szoboszlainak a gólján az izlandok ellen, nekem tényleg sok ilyen volt, csak próbáltam úgy meghatározni, hogy az adás elején elmondtam itt a tízes listámat, hogy ez így nézzen ki. Jó, okay. Elpepecselt vele. Elpepecseltem vele? Jó, oké. Okay. Na, nézzük az utolsó tételmondatunkat, ami így hangzik, hogy a Covid leállás a futball világában. Nekem van egy személyes emlékem, ami kötődik egyébként hozzád, Ádám. Azon a héten, amikor leállt a futball, akkor hétfőn még nálatok szerepeltem a teljes terjelemben, és nálatok voltam a lakáson. És akkor még arról beszéltünk a Tibivel hármasban, hogy hát itt az olasz meccsek, hogy le voltak játszva, nem volt eldöntve, hogy mi a helyzet, és akkor arról beszéltünk, hogy milyen borzasztó lehet úgy játszani, hogy félsz magától a vírustól. Aztán eljött a szerda, akkor még a Kele Janival vettük fel a műsorokat, és akkor elmondtam adásban, hogy hát sajnos az olasz bajnoksággal addig nem foglalkozunk, amíg ez a helyzet, de hogy elmondtuk az angol, a spanyol és a német mérkőzéseket. És nem tudom, hogy emlékszel arra a beszélgetésre, amikor itt kimentünk a stúdióból, és arról beszéltünk, hogy mi lesz akkor, ha nem lesznek mérkőzések, mit csináljunk a műsorokkal, mi legyen a megoldás. És jó, voltak ilyen hülye ötletek, ezt el is mondom azért neked, hogy felmerült az, hogy jó, hát akkor NB1, és akkor te meg én helyet cserélünk, akkor beülök abba a székbe. Főzős műsor. Tehát, hogy tényleg legdurvább ötletek is előfordultak, és a Janeknak volt egy mondata, azt mondta, hogy hát ő arra számol, hogy egy-két héten belül itt leáll a foci. És én akkor nagyon ráztam a fejemet, hogy hogy állna már le, ne viccelj, hát nem állhat le nézőknek, ő biztos folytatni fogják, nem tudom, nem emlékszem a te álláspontodra, de arra igen, hogy a csütörtökön leadott adásunk a hét végére már érvénytelenné vált, mert nem voltak futballmérkőzések. Igen, akkor az ott nagyon hirtelen beütött, és tényleg az egész, de ez nyilván, ezt nem tudjuk a focira leszűkíteni, tehát ez annyira meghatározta az emberek életét az utóbbi években, hogy kár lenne ezt pusztán ennyire szűkíteni, de valóban az, hogy még erre is ilyen hatással tudott lenni, utólag már az a hihetetlenebb egyébként, hogy például azt az Atalanta-Valencia meccset még lejátszhatták. Liverpool-Atletico meccs telt házzal Anfielden. Nekem az életem egy legszarabb három hónapja volt. Az a március közepétől június közepéig. Tehát utoljára ilyen, hogy ennyi idejre leáll a futball, és nem egy nyári szünet miatt, de hát még nyári szünet van a bajnokság, akkor is mindig van valami válogatott meccs, felkészülési meccs, csak ilyen-olyan torna, amit lehet nézni, de ugye utoljára a második világháborúban volt.
akkor állt le ennél több időre is a futball. És az egészben ugye az volt a legrosszabb, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz. Hát emlékszem, a Hot Topicban mindig összeszedtük az ilyen híreket, mert nyilván az baromi sok embert érdekelt, hogy mind dolgoznak, mi történik, mikor indulhatnak újra a dolgok, és hát annál szarabb tényleg nincs, amikor 3 hónapig semmiről csináltunk műsort. Azt nem tudom, hogy csináltuk, de valahogy végül sikerült megoldani, de hát elképesztő nyomasztó volt, mert egyébként, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, bár nyilván mi jobban benne vagyunk, mert azért ezzel dolgozunk is, és talán nagyobb szeletét teszi ki az életünknek, de hogy a futball az mindig egy ilyen kapaszkodó, ami kiszakít, rendszerességet ad. Jó, tudom, hogy meccs mindig lesz a hétvégén, és mindig van következő meccs. És basszus, egyszer csak nem volt. Tehát ez nekem annyira feldolgozhatatlan volt, és annyira nehéz volt nekem az a pár hónap, amíg legalább valamiféle bizonyosságot nem kaptunk arra, hogy majd igen, folytatódni fog, hogy azt én leírni nem tudom. Elképesztő rossz volt. Nekem mondom, az egész írós helyzetben is ez volt a legrosszabb. Ez a nagyfokú bizonytalanság, hogy mikor lesz már végre foci. Mert szerintem utána egyébként nagyon jót is tett az embereknek, és erről is volt vita, hogy hát a foci az elterelje a figyelmet, szerintem kellett. Szerintem kellett, hogy a nyáron már legalább lehetett focit nézni, és azóta is lehet, bármilyen karanténban kialakult minden, vagy egy protokoll, ami alapján ez fenntartható volt. Szerencsére most már a vakcinákkal ez még biztonságosabb, de mondom, azt a 3 hónapot, és soha többet nem szeretném. Soha többet. Tehát soha nem volt még olyan, hogy 3 hónapig nem néztem élő focit. Istenem, szörnyű volt. Hogy ne ilyen negatív hangvétellel zárjuk le a mai adást, azért ennek a mi szempontunkból is van egy nagyon jó hozadéka, az pedig ez. Esélylesők top 10! Így van. Tehát ha nincs a Covid, lehet, hogy nem jön létre soha az esélylesők top 10, úgyhogy valamilyen szinten ez a műsor, amit most éppen néztek, ez ennek köszönhető. Ez így is van. Na hát, és tartsátok meg a szokásotokat, és nézzetek minket továbbra is, ehhez csak fel kell iratkoznatok, és figyelgetni a további videókat. Köszönjük a figyelmet, további szép estét mindenkinek. Sziasztok!